Így néz ki a Tököli utca egyik körforgalma a kora esti órákban. A reggeli csúcsforgalom mellett a munkaidő utáni időszak a legkritikusabb. A 11-es Huszárút, a Horváth-Boldizsár és Pocskai utca kereszteződése, a Vörösmarty és a Semmelweis utca csúcsidőszakban gyakorlatilag bedugul. A szabályok betartása is gyakran problémás, például a balesetek miatti tumultusban. Nagyon sokat számít az, hogy a sor elején álló gépjárművezetők, akik a legközelebb vannak a baleseti helyszínhez, hogyan reagálják le ezt az eseményt, és hogy mit csinálnak. Ők nagyon könnyen meg tudják akasztani az egész sor dinamikáját. Egyre többen foglalkoznak a megoldás keresésével. A szakértők mellett a helyiek véleményét is átgondolásra érdemesnek tartja Erdős Zoltán, aki civilként fórumot szervezne a témában. Fölmerült egy olyan ötlet néhányunkban, így teljesen civilekben, hogy jó lenne összehozni valami olyan beszélgetés, párbeszédet, fórumot, ahol ki a saját lakóterületén, ahol otthonban is ismeri az apró kis problémákat, azt föl tudná tárni, szóvá tudná tenni, és esetleg valamilyen közös megoldás keresést. A közlekedési káosz megszüntetésén már dolgozik az önkormányzat, hiszen az Éjjel-Szombathely Egyesület egyik fő célkitűzése ez. Több irányból szeretnénk megközelíteni ezt a kérdést, tömegközlekedés fejlesztésével és a kerékpár úthálózat fejlesztésével, tehát egyfelől szeretnénk azt, hogyha gyorsulhatna a forgalom Szombathelyen, másfelől szeretnénk levenni a terhelést, mert sajnos az autóforgalom az egyre inkább nő, egyre több autó van a városban, erre az útjaink nincsenek felkészülve. Nyilván ez nem egy olyan folyamat, amit egyik pillanatról a másikra meg lehet oldani, de dolgozunk az ugyanis folyamatosan azon vagyunk, hogy jobbá tegyük a helyzetet. Ehhez azonban a lakosság is hozzájárulhat, hiszen a saját viselkedésén minden autós tud változtatni, ez közös érdek. A közlekedési szakértő egyik javaslata, hogy a sofőrök időben induljanak el. A másik a cipzár elmélet, de a városban ez nem nagyon működik, öntörvényűek az emberek. Ez egyszer az autóknak a mennyiségétől is függ, nem vitás. Függ az utaknak az átbocsátó képességétől, de nagy mértékben az embereknek a türelmét, a hozzáállásával, a másikkal szembeni udvariasságával, tehát ezek nagyon-nagyon hiányoznak a mostani közlekedésben. Érdemes átgondolni azt is, hogy melyik útvonalon közelíti meg az autós a célját. Ha fő útvonalak helyett a kisebb utcákat választják, gyakran egérutat nyerhetnek a sofőrök.